A műsorvezetőt öltöztette a Silka Fashion. Nálunk az elegancia evidencia. www.silkafashion.com. Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Kedvenc pszichológusom azt mondta, hogy jó lenne, hogyha kicsit többet sportolnék, kicsit többet foglalkoznék a sporttal, úgyhogy megfogadom a tanácsát. Ezúttal egy sportos témát választottam, így azért közelítek a sporthoz valamilyen módon. A vendégem Köpf Károly, aki most a Magyar Edzők Társaságának a főtitkára, nagyon jeles sportmúlttal és sportvezetői múlttal rendelkezel. Én ott kezdem, hogy te focisztál, úgyhogy egy focistának nagyon nagy dicsőség válik, hogy ilyen sok-sok sportvezetői, sportdiplomáciai funkciót betöltött. Tedd meg azt, hogy elsorolod, mert nehéz helyzetbe hozol, hogyha nekem kellene mindezt elmondanom. Sok időnk van, mert akkor sorolom. Hát egy párat mondja. Hát mondjuk nem is az volt a lényeg, hogy foci, hanem a lényeg az, hogy testnevelési főiskolát végeztem, tehát a tanári szakot. Régen, most lesz éppen 50 éve, most fogunk összejönni június 9-én 50 éves találkozóra. Már 8 éves korodban elvégeztem. Köszönöm, hogy ilyet mondtál. És hát először elkezdtem tanítani, aztán és párhuzamosan elkezdtem edzősködni a központi sportiskolánál. Aztán hát az edzői pályáról átsodort engem az élet a sportvezetői pályára, ott hát akkoriban ilyen módszertani előadóknak, meg módszertani munkatársaknak hívták, akik a szakmával foglalkoztak. Bocsáss meg, csak azért muszáj vagyok közbeszólni, hogy ugye az edzőség az labdarúgó edzőség így volt, van, ugye, igen, mert igen, te aztán igen. Például a vízilabdázóknak is a főtitkára voltam, voltál, igen, hogyha jól emlékszem, tehát ez egy picit ilyen igen. Bizonytalan, hogy akkor most milyen edző volt, tehát foci labdarúgó. Ez a KSI, ez nekem egy nagyon nagy iskola volt, hát ott szépen lépegettem előre, úgyhogy végül már igazgatóhelyettesként jöttem el onnan 1977-ben, de egy nagyon jó iskola volt, mert ott több sportággal találkoztam, edzőkkel, rengeteget tanultam én is, és úgy érzem, hogy hát ez egy nagyon sikeres és termékeny időszak volt. Akkor onnan átkerültem egy egyesületbe, a Vasasba, tehát egy nagy egyesületet is közelről megismerhettem, és hát ott hozott össze a sors Hegedűs Csabával, aki átcsábított a birkózókhoz, és birkózó főtitkár lettem. Aztán ezt még egyszer megismételtem, tehát kétszer is voltam ott. Aztán hogy nem megkerestek engem a akkori sporthivatalt az OTSH-tól, ahol nyugdíjba ment a sportfőosztály vezetője, és felkértek, hogy vállaljam el azt. Elvállaltam. Ott helyettes államtitkár is volt. Hát az ugye? Később volt, az aztán később. Onnan a MOB-hoz kerültem sportigazgatónak, majd 2002-2003-ban sportért felelős helyettes államtitkár voltam az akkori Gyermekifjúsági és Sportminisztériumban. Aztán hát ott, hogy is mondjam, nem igazán szerettem azt a munkát, és visszamentem a MOB-ba sportigazgatónak, majd megkerestek a vízilabdázók, hogy kellene nekik egy főtitkár, és így a pekingi olimpia idejére én lettem a vízilabdázók főtitkára. Hát akkor már nyugdíjas voltam bőven, de hát úgy látszik, hogy... Ezt ne áruld el, mert ez nem látszik rajtad, és akkor szomorúvá teszed itt a nézőket, és hogy ilyen fiatal ember, hogy... Hát így végül is azt mondom, hogy nagyon szerencsés ember vagyok, hiszen 7 olimpián jelen lehettem különböző minőségben. És hát egész életemben azt mondom, hogy rengeteget tanultam mindig mindenkitől, és ezt mindenütt hasznosítani tudtam, és ma se szégyellem, ma is sokat tanulok itt ebben a mostani beosztásomban, most már 6. éve csinálom, és nagyon szeretem, amit csinálok itt a Magyar Edzők Társaságánál. Ez a Magyar Edzők Társasága, ez nem 6 éve működik, hanem régebben. 1993-ban jött létre. Igen. Azt mondják, hogy amióta ez a vezetés van, azóta kicsit fontosabbá, kicsit szervezettebbé vált a munkája. Nem tudom, hogy ezzel a dicsérettel egyet érteszel. Hát köszönöm, hogy ezt mondod, de tényleg azt érzem, hogy sikerült egy kicsit változatosabbá, színesebbé tenni a szervezetnek a munkáját. Mi korábban
elsősorban csak az olimpiai sportágak edzőivel foglalkoztunk, azoknak szerveztünk továbbképzéseket, azokat képviseltük, most nyitottunk. Tehát most szabadidősporttal, fogyatékosok sportjával, diáksporttal is foglalkozunk, és azokat az edzőket is megpróbáljuk megmozdítani, akik ezen a területen dolgoznak. Mivel ez egy jogi műsor, ezért meg kell, hogy kérdezzem, hogy ennek a szervezetnek, ugye? Tehát a Magyar Edzők Társasága elnevezésű egyesület, ugye? Ez egy egyesület, igen. Egyesület, egy egyesületnek számít a civil törvény alapján. Igen. Tehát ennek az egyesületnek milyen kötelezettségei és milyen jogosítványai vannak, mert úgy látom, hogy a társadalmi, tehát a sporttársadalmi életben elég hangsúlyosan jelen vagytok. Igen, hát tulajdonképpen egy civil szervezetnél a jogosítványokat és a kötelességeket mindig az alapszabály dönti el, tehát hogy milyen alapszabályt hoz magának a társaság. Hát mi elsősorban két fő célkitűzést tűztünk magunk elé, az egyik az edzőknek az érdekképviselete, a másik pedig az edzők tudásszintjének a gyarapítása, tehát majdnem azt mondom, hogy továbbképzésük. Most ez az érdekképviselet, ez hát több területen nyilvánul meg, nyilván ha valamiféle jogi, etikai, stb. Probléma van valahol, akkor hát igyekszünk az edzőket megfelelő szinten képviselni. Tehát segíteni az ilyen helyzetekben? Igen, igen, igen. És a másik része pedig, hogy a tudásszint gyarapítás, itt elsősorban mindenféle konferenciákat, műhelybeszélgetéseket, gyakorlati bemutatókat szervezünk. Azon kívül van egy honlapunk a www.magyaredző.hu, ahol naprakész információkat igyekszünk az edzőkhez juttatni, és van egy újságunk, a Magyar Edző folyóirat, ez egy időszakos folyóirat, és hát egy éve kétszer-háromszor jelenik meg. Ebbe az edzők írhatnak, és elsősorban az edzők részére érthető és elérhető szakmai anyagokat jelenítünk meg. Tehát nem tudományos igénnyel, bár ugyan a tudományos hátteret azt figyelembe vesszük, de olyan nyelven, amit az edzők is értenek és megértenek. Tehát ez egy olyan lap, amit bármely civil ember is megért, ugye? Tehát ebből pontosan, akár egy focizni kezdő srác, vagy egy vízilabdázni kezdő leányzó is kaphat tapasztalatokat. A szerzők név sorából említenél néhányat? Hát mondanám például dr. Simicskó István, aki volt sportminiszter, most írt egy tanulmányt a magyar sport jogi helyzetéről. Ő sportjogász is egyébként, tehát a magyar sport, így mondom, hogy fejlesztési lehetőségeiről, jogi szempontból is. Akkor a Gellei Imre, aki hát volt labdarúgó szövetségi kapitány, ő írt egy összefoglalót a labdarúgó EB-s elejtezőkről. Szerepel benne egy atlétikai edzői tím, akik a kölyök atlétika programjáról írtak alapban. Szerepel benne a dr. Mérei Ildikó, aki hát megszállottja ennek a testnevelés órán folyó felméréseknek, tehát fittségi mérésnek, és hát ő ilyen vitaindítóként írt egy cikket arról, hogy most a most kidolgozott felmérő rendszer az mennyiben jó, mennyiben nem jó, mit kéne csinálni. Mindig megjelennek rövid írások, van egy-két profi újságírónk is, vagy egy nagy nevű edzőről, mesteredzőről, most például a Rácz Lajos birkózó edzőről jelent meg egy ilyen kis interjú. Mindig megjelenik egy olyan összeállítás, hogy az én edzőm, amikor egy versenyző elmeséli, hogy ki az ő edzője és milyen a kapcsolatuk. Tehát nagyon színes és érdekes újság, olvasmányos. Ez a szervezet hogy tartja fenn magát? Meg kell említeni, hogy nagyon sokat tett a szervezet elismertetésért dr. Ormai László, aki hosszú évekig, közel 20 évig volt ennek a szervezetnek az elnöke, a Molnár Zoli előtt, és hát ő mondjuk a nevénél fogva is, hát ő egy nagy név volt, de nem csak azért, hanem tényleg sokat tett ezért. Na most, hogy miből élünk? Hát egyrészt van, mondjuk papíron van 1200-1300 tagunk, hát nyilvánvaló, hogy noszogatjuk őket, hogy tagdíjat is fizessenek. A tagdíj az nem egy horribilis összeg, évente 3000 forint, nyugdíjasoknak és diákoknak 1500 forint, tehát ezt mindenki kibírja. Kapunk valamennyi állami támogatást, hát ezért mindig küzdünk, hát nyilván mindenki küzd azért, hogy egy kicsit többet tudjon kapni, ez sajnos évek óta egy bizonyos szinten áll.
és hát igyekszünk tagdíjakból, ebből a bizonyos állami támogatásból, és hát vállalunk mindenféle dolgot, tehát sokszor megbízásból a Magyar Olimpiai Bizottságnak, az Olimpiai Bizottságtól is kapunk rendszeresen támogatást. Meg kell említenem, hogy jelentős támogatást kapunk Schmidt Páltól, aki hát nagyon felkarolta az edzők ügyét, és főként a Magyar Edző újság kiadásához nyújt rendszeresen támogatást. Mármint, hogy civil személyként Schmidt Pál hát amennyire én tudom, a volt köztársasági elnöknek van egy bizonyos kerete, amiből civil szervezeteket támogathatnak, és hát bekerültünk abba a körbe, hogy kapunk tőle ilyen szempontból támogatást. Ő nagyon egyébként nagyon kritikus, és az újságot azt mindig jól megkritizálja, de úgy látom, hogy azért elégedett is vele. Azon kívül ilyen EU-s nemzetközi edzőket érintő pályázatokban is benne vagyunk. Hát ezzel munka is van, de azért mindig marad kis valami pénz belőle a működtetésre is. Tehát azt mondom, hogy összeszedjük a pénzt. Voltak nehéz éveink, volt egy-két olyan év, amikor hát még kölcsön is kellett kérni, eladósodtunk, de most hál' Istennek sikerült mindent rendezni, és most azt mondom, ha nem is lubickolunk a pénzben, de meg tudunk élni, és meg tudjuk valósítani a céljainkat. Tehát egyensúlyban vagytok. Igen, ezt lehet mondani. Említetted, hogy figyelemmel kíséritek az edzők sorsát, és hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül, azon megpróbáltok segíteni, hogyha valakinek konfliktusai vannak, akkor megpróbáljátok a konfliktusok elsimításában támogatni őt, és hát a sportvilágra odafigyeltek, a hazai sporttársadalomra nagyon erősen. Legutóbb ilyen nagy portkavaró reagálásotok, vagy személyes reagálásod a Kis László féle ügyben, sajnálom, hogy így kell mondani, ugye most már a Kis László nevét, hogy Kis László ügyben, de hát Kis László ügyben szólaltatok fel, ami ugye pro és kontra nagyon megosztotta a közvéleményt, és nagyon megosztotta a sportközvéleményt is, és hát az újságíró társadalom is elég szélsőségesen reagált erre az ügyre. Ti hogy reagáltatok erre? Hát ez minket olyan szempontból is érint, hogy Kis László nálunk a mai napig alelnöke, a szervezetnek az alelnöke. Korábban ugye neki volt egy konfliktus a Hosszú Katinkáékkal, és hát akkor nyilvánosan egy közleményben is kiálltunk mellette. Nem azt mondanám, nem is kimondottam mellette, hanem a szövetségi kapitányok mellett. Tehát nekünk az a véleményünk, hogy a szövetségi kapitány szakmailag az ura egy sportágnak, tehát ne a versenyző határozza meg, hogy ő most hol, mikor, kivel, merre, meddig, vagy legalábbis hát konzultáljon róla a szövetségi kapitányal, és nem jó az, hogyha egy verseny odaáll és összetépi a szerződést, és azt mondja, hogy hát ő majd azt csinál, amit akar. Tehát ebben nagyon keményen kiálltunk. De bocsáss meg a szerződés összetépést, mert ugye ez egy jogi műsor, úgyhogy itt egy kicsit akkurátusabban kérdezlek erről, ha valami ilyesmit állítasz. Tehát az állítás az, hogy a szerződés összetépés, tehát az a szerződés, amit összetépett, az egy reklámfilmen való szereplése vonatkozott, hogyha jól tudom. Tehát az meg, hogyha tágabb vagy szűkebb értelemben veszük, tulajdonképpen, hogyha nincs egy olyan aláírott papírja, hogy mindenféle reklámszerződésben, amit meghatároznak, szerepel, akkor ez nem kötelező. Igen, csak ezt másképp is lehet csinálni, nem úgy, hogy kijelök a nyilvánosság elé, és ott összetépem ezzel a szövetségi kapitányt, és a szövetséget járatta le. Tehát, hogy is mondjam, nekünk ilyen esetben azért ki kell állni mellette. Most a másik ügy, ugye a Kis Lacinak a másik ügye, hát ez egy kicsit bonyolultabb, és nyilván az nagyon nagy indulatokat kavart föl. Én hadd mondjam egy mondatban el, ugye, hogy elővettek egy 50-valahány éves ügyet, 55 éves ügyet, egy több személy által elkövetett nemi erőszak volt a vád, és a bírósági tárgyaláson meg is állt ez a vád, megszületett az ítélet. Annyit a kedves nézőknek, mert remélem, hogy nem csak jogászok nézik a műsort, hogy ugye a több személy által elkövetés, az ugye a csoportos elkövetés, az súlyosítja ezt a cselekményt. Tehát ez egy elég komoly bűncselekménynek számított, nem csak a büntetőjogi tényállás szempontjából, hanem erkölcsileg és közerkölcsileg is. Tehát ez egy olyan cselekmény, amit, hogyha valaki meghal, akkor összeborzong, és azt mondja, hogy júj. Igen, igen. Na most itt az az érdekes, hát mondjuk én koromnál fogva, én már akkor, hogy is mondjam, benne voltam a sportvilágban, és hát hallottam, meg hát tudtam a történésekről.
nyilvánvaló, lehet, hogy valaki annak idején hibázott, mikor hát ezután az eset után, mikor a Lacit szabadlábra helyezték, hogy akkor rögtön edzőként alkalmazták. Valószínűleg ez nem volt helyes. De eltelt 55 év. A Kis László hatalmas mennyiségű eredménnyel bizonyított. Hát nem kell sorolni, hogy kik voltak a versenyzői, hány olimpiai aranyérmet nyertek, meg azon kívül hány érmet, meg nem tudom. A Kis László 55 év alatt semmiféle panasz nem merült föl, valakit molesztált volna, vagy nem tudom, valami bármilyen dolog előfordult volna. És hogy nem, egyszer csak valaki fölébredt reggel, és hoppá, a Kis László 55 évvel ezelőtt elkövetett valamit. Nosza, szellőztessük meg, és akkor ugrott rá mindenket, egy ilyen dologra mindenki ráugrik. Nyilvánvaló, hogy emögött valamilyen érdek húzódott. A büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány az azt jelenti, hogy egy bizonyos időn belül nem volt bűncselekmény. Ez ugye az erkölcsi bizonyítvány, és akkor van ez a bizonyos fedhetetlenség, ami azt jelenti, hogy soha semmilyen ilyen jellegű cselekményt nem követett el, és soha semmilyen ilyen megróvásban vagy büntetésben nem részesült. Na most voltak éppen, én azon gondolkoztam el, hogy az ilyen pozícióknál nem kellene átgondolni azt, hogy most akkor fedhetetlenség, vagy pedig csak erkölcsi bizonyítvány legyen, mert ugye hát azért ez csak egy ilyen nagyon szemelet levő pozíció. Köpf Károly, hogy látja ezt a dolgot? Hát egy kicsit tágabb kitekintéssel az edzők foglalkoztatásával nagyon sok probléma van. Tehát nincsenek olyan törvények, szabályok, rendeletek, illetve vannak bizonyos rendeletek, de lehet, hogy azok már elavultak, meg a legnagyobb probléma, hogy nem is ellenőrzi őket senki. Van például egy olyan rendelet, ami előírja, hogy a sportban milyen munkakörben, milyen végzettséggel rendelkező edzőt, sportszakembert lehet alkalmazni. Ez egy 2004-es rendelet, ma is érvényben van, valami kicsit módosítgattak rajta. A nagy baj azzal, egyébként a maga rendelet alapjában nem rossz, csak az, hogy senki nem ellenőrzi, hogy betartják-e, mint egy vidéki sport egyesületnél vagy valahol, senki nem ellenőrzi. Na most ez például én szerintem óriási hiba, hogy edzőt lehet szerződtetni, alkalmazni, például erkölcsi bizonyítvány nélkül is. Tehát nem előírás egy edző. Még az erkölcsi bizonyítvány tehát sem. Nem előírás, hogy az edzőnek erkölcsi bizonyítványt kell adni. Ráadásul hát tudjuk, hogy nagyon sok edző dolgozik, sajnos papír nélkül is, főként az utánpótlásnál, meg esetleg a papírja van, de szerződése nincs, mert esetleg egy kis egyesület nem tudja megfizetni, társadalmi munkába foglalkoztatja. Most senki nem kutakodik utána, hogy ő most volt-e büntetett, nem volt büntetett, fedhetetlen, mit tudom én, hanem örülnek, hogy valaki ott van és dolgozik. Tehát éppen ma volt egy ilyen műhelybeszélgetésünk az edzőképzésről, de szóba kerültek ezek a dolgok is, tehát az edzők alkalmazása, egyéb dolgok, és mindenféleképpen mi szorgalmazzuk, és már több fórumon ezt felvetettük, hogy kellene egy olyan átfogó rendelkezés, jogszabály, ami az edzőképzésre, az edzők alkalmazására, továbbképzésére kiterjed és vonatkozik, és rendet tesz ezen a területen. Kemény Dénes volt az egyik előadótok ezeken a továbbképzéseken, és hát Endre Judit írt egy könyvet, hogy Kemény üzenetek, vagy Kemény gondolatok, az a címe a könyvnek, és ott is ott van, amit én személyesen is tapasztaltam, hiszen én vízilabdáztam, hogyha valami hülyeség volt, vagy valamit lógott az ember, akkor bizony ki kellett menni a partra, de olyankor is, amikor mínusz 10 fok volt, mondjuk a csasziban, a császárúszadában, és akkor le kellett hajolni bokafogás, és papucsal ezzel a bizonyos szép vietnámi papucsal kapott az ember, és hát ebből semmi probléma nem volt, és igazából az a generáció azt ezt nem is érzi talán problémának. Éppen a ezt te is tapasztaltad. Hogyne, persze, és a Kis László eset kapcsán hát, hogy is mondjam, előkerültek olyan dolgok, hogy hát itt rendet kell csinálni a sportban, mert az edzők fizikai erőszakot alkalmaznak, mentális erőszakot alkalmaznak, esetleg szexuális zaklatás éri. Készült is egy ilyen UNICEF felmérés, ami szerint nem tudom, a gyerekek 70%-át érte mentális erőszak, nem tudom, 40%-át fizikai, és mint a 30%-át szexuális zaklatás.
Na most ez egy, hogy is mondjam, én most nem akarom azt mondani, hogy a álszent társadalom most hirtelen fölérett, és hát ugye az edzőket, nem tudom, Csurka Gergely, hát ismert újságíró, írt egy nagyon jó cikket ebben a Nemzeti Sportban, erről a Nemzeti Sportban, és tulajdonképpen kiállt az edzők védelmében. És én is azt mondom, hogy aki nem élt benne ebben a sportközegben, tehát nem ismeri az öltözőszagot, meg nem ismeri azt, hogy mikor az ember már egyszer meghalt az edzésen, akkor az edzője azt mondja, hogy tegyél rá még egy lapáttal. Igen. És lehet, hogy van, aki ezt megcsinálja magától, de lehet, hogy ott van az Isten adta tehetség, aki csak lusta egy kicsit. De ki lehet hozni belőle a maximumot, és olimpiai bajnokot lehet csinálni be. Az már az edző felelősség, hogy átlököm, és lehet, hogy akkor oda kell menni és üvölteni közelről a fülébe, vagy pedig éppen rá kell csapni, mit tudom én, az óraszéjjel a hátára. Másképp néz ki ez ott benne az uszodába, vagy mit tudom én, a kosárlabda terembe, mintha valaki kívülállóként, nem tudom, az, hogy ordít az edző a gyerekkel. Ezt a fejezetet, igen. És még egy, hogy nagyon gyakran nem az edző ordít a gyerekkel, a szülők. Ki kell menni egy serdülő foci meccsre, és meg kell nézni, hogy hogy viselkednek a szülők. Azok, akik az edzőket kritizálják. Hát ők is gyakran összeverekednek. Van egy ilyen, egyébként Amerikában jött ez, hogy ki van a tábla téve, és azt mondja, hogy itt gyerekek fociznak, ez nem világbajnokság, annak megfelelően viselkedj. Jó, de én szeretném azt elkerülni, hogy olyanokat mondjuk, vagy olyanokat általánosítsuk, amiket aztán nagyon sokan megsértődnek, úgyhogy ezt nevezzük valamiféle egyedi előfordulható példának. Én is voltam foci edző. Volt olyan szülő, akit kitiltottam a pályáról, nem jöhetett ki a meccsre. Hát te egy szigorú férfi vagy, ezt mindjárt tudjuk. Viszont a Kis Lászlóhoz vissza kell térnünk azért, mert ugye ővele kezdtük ezt a fejezetet, és valahogy nem jutottunk a végére, hogy a ti véleményetek végül is akkor mi volt ebben, ami hát bizonyos oldalakról azért felháborodást is keltett. Igen, nézd, én a mi véleményünk az, hogy Kis László tényleg legalábbis hát a jog szerint, mert ugye bírói ítélet van róla, hogy hát ő ebben részt vett. Ezt ha maximum, nem tudom, hogy ilyen ennyi idő után lehet-e kérni, hogy hívják ezt jogi nyelven, hogy per újra felvétel. Igen. Nem tudom, hogy 55 év után van ennek értelme, hogy esetleg kiderül, hogy mégse úgy volt, mint ez, nincsenek már tanúk rá, meg mit, szóval ez hát nagyon ahhoz kell van. Valamiféle új bizonyíték. Pontosan így van. Tehát vegyük azt, hogy ez megtörtént. A Kis Lászlót, mint edzőt, mi halatlanul nagyra becsüljük. Bocsáss meg, egy fontos dolgot azt nem említesz. Tehát, hogy ő letöltötte a büntetését. Pont letöltötte a büntetését. Megbűnhődött. Ő, ahogy én beszéltem erről vele, ő azt mondta, hogy ő, nem is tudom, ez 62, 60, 67-ben, vagy mikor, ő kapott erről egy papírt, hogy ő tiszta. Igen. Ami a kérdés lehet itt, amit a Magyar Edzők Társasága is felvethet, hogy vajon a továbbiakban ez mennyire felmutatható, vagy egyszerűen a raktárba rakható keresztje lehet valakinek. De Laci ezt a keresztet ezt magában hordozta, feltételezem. Csak én úgy gondolom, hogy most méltatlan volt egy 75 éves embert, 55 év után egy ilyen sikeres edzői múlttal ennyire pellengére állítani. Szóval én úgy gondolom, hogy ő azért szóval emberileg ennyire tönkretenni. Összeroppant? Hát én egyszer beszéltem vele, de hát mondjuk a Laci azóta visszavonult, mert nem igazán fordulnak sehol. Hát én erre így a műsor végén csak azt tudom mondani, hogy ez valóban egy igazi nagy drámai történet, hihetetlen fordulattal így 55 év után, mert hát az ember éppen azt szeretné az ő munkájával elérni, hogy ezt jó mélyre eltemesse ezt a bűnt, és hogy egy csomó olyan cselekedettel próbálja meg kompenzálni, próbálja meg megtisztítani magát. Nagyon nehéz itt megoldást találni, és valóban nagyon nehéz lehet ebből egy olyan végkifejletet szervezni, szerkeszteni, ami aztán... Én azt hiszem, hogy ebből mondjuk nekünk is, meg az edzői társadalomnak olyan szempontból sportvezetőknek le kell vonni a tanulságot, hogy hát az edzői pálya az egy nagyon felelősségteljes pálya, több szempontból is. Egyrészt mert gyerekekkel foglalkozik, tehát egy nevelői pálya. Másrészt mondjuk a élsport szinten ott határterhelésekkel kell dolgozni, tehát felelőssége van a sportolója egészsége iránt is.
Tehát itt az edzők kiválasztásánál, képzésénél, alkalmazásánál ezeket mind figyelembe kell venni, és sokkal felelősségteljesebben és szigorúbban kell eljárni. És akkor ugye jogi műsor vagyunk, akkor ezt szabályozni is kéne. És ezt szabályozni kell, pontosan. Hát akkor legyen ez a zárszó. Nagyon szépen köszönöm Köf Károlynak, hogy én is köszönöm, megtisztelted a stúdiónkat, és nagyon szépen köszönöm a kedves nézők figyelmét is. Kérdéseiket továbbra is várjuk a jogoskérdés@6oscsatorna.hu e-mail címre. Viszontlátásra!